Már zajlanak a munkálatok Új-60-ban, a Bibó István úton. Megkezdődött a 60-i McDonald's építése. A cég tájékoztatása szerint a 60-i egységet magyar tervezők álmodták meg. Korszerű, modern lesz. A tervek szerint pedig még az év vége előtt meg is nyithat az étterem. Ezekben az éttermekben a vendégek az igényüknek és elképzelésüknek leginkább megfelelő módon rendelhetik meg, fizethetik ki, kaphatják meg és fogyaszthatják el a termékeket. A beruházás megvalósítása több mint 100 ember összehangolt munkáját igényli. Az új étteremben pedig közel 70 főnek lesz lehetősége teljes vagy részmunkaidőben munkát vállalnia. Befogadó munkahelyként a McDonald's számára fontos, hogy minél több megváltozott munkaképességű dolgozó is biztos jövedelmet és támogató környezetet találjon az éttermeiben. Éppen ezért a 60-i egység is várja az ő jelentkezésüket is, ezzel erősítve a sokszínű éttermi csapatot. Az, hogy 60-ban nyit éttermet a McDonald's, még 2022-ben jelentette be Horváth Richárd polgármester. Májusban pedig arról számolt be, hogy megkapták az építési engedélyt.